idén 33. alkalommal rendezték meg Villányban a Vörösbor napokat. A Diófás tértől, a Pince soron át és a Főtéren keresztül a rendezvénytérig hömpölygött a tömeg a második napon. Ekkor tartották meg a szüreti felvonulást. Többek között néptánc együttesek is felvonultak. A romonyai csoport például első alkalommal vett részt az eseményen. Speciális romonyai helyi viselet magyar, magyar néptánc csoport, és egy kicsit a Sárközihez hasonlít, úgyhogy alapvetően cseldás, verbunk, ilyesmi szerepel a mi repertoárunkban. A tagok pedig általában helyiek, illetve a szomszédos településről. Idén a Siklósi vár is bekapcsolódott a szervezésbe. A tömegben középkori ruhákban fedezhették fel az érdeklődők a csapatot, de siklósi zenészekkel is találkozhattak a látogatók. Szerettük volna összeszedni, mert a szervezésben is részt veszek itt, az egész környékről, minden településről egy-egy csapatot, legyen az néptánc csoport, vagy bármi más, ami a településre jellemző, és ez sikerült is, úgyhogy én tudom mondani azt, hogy szerintem az országnak a legszínesebb és leghosszabb szüreti felvonulása veszi nem sokára kezdetét. Mi Siklós és Villányi fúvós zenészek vagyunk, a helyi zenekart képviseljük. Siklós Villány közösen vonul most fel ezen a rendezvényen, és magyar indulók, illetve sávzenét fogunk játszani vonulás közben, illetve majd lent a program keretében a főtéren. A Vörösbor napok már hagyományosan az egyik legnépszerűbb nyárzáró, illetve őszköszöntő program Villányban. Mint azt Majer József polgármestertől megtudtuk, már az első napon is több ezren látogattak ki a programokra. Erről saját szemével is meggyőződhetett. Hajnal 3:30-ig ellenőriztem a helyzetet, hogy hol mennyien vannak és minden rendben van-e, és igazából bármelyik ilyen színpadhoz, vagy bármelyik területhez mentem, mindenhol azt látom, hogy nagyon sokan vannak, úgyhogy az alapján, illetve hát ugye nagyon-nagyon jó időnk, valami sikerült elintézni, abban reménykedünk, meg azt gondoljuk, hogy lehet, hogy az idei évi szombatunk is rekordokat fog dönteni. Az eddigi rekord egyébként 20 000 fő. A felvonulás volt az egyik legnagyobb volumenű programelem, ahol borrendek, hagyományőrző együttesek gyarapították a menetet, miközben zenés énekes miniprodukciókkal szórakoztatták a látogatókat. Csak az jöjjön katonának, aki így egyszer.